A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Sokszor bebizonyosodott, hogy vannak olyan, sokszor nem is sejtett erők az emberben, amelyek segítségével a leglehetetlenebb álmaikat is megvalósítják. Ilyen mai főszereplőnk is. Képes hóban, sárban, hidegben, melegben úgy futni, hogy a számára nem elviselhetetlen, hanem kihívás, erő, szabadság. Fazakas Bíborka mindig imádta a sportot, a testmozgást, de egészen fiatal korában nem lettél sportoló. Ám nem adta fel, hanem édesanyaként gyermeke mellett vált belőle sikeres, elismert terepfutó. Hogy hogyan is lehetséges ez, arról ő maga mesél nekünk ma, hisz úti célunk Szobáta. Szobátára érkeztünk az általános iskola tornatermébe, ahol Fazekas Bíborka éppen lent órát tart. Na de most levegyünk hozzá közelet, gyertek, tartsatok velünk! Milyen volt a gyerekkorod? Mennyire játszott szerepet benne a sport? Ez már gyerekkoromban nekem egyértelmű volt, hogy a sport. Édesanyámnak én ezt mindig elmondtam, ő is pedagógus, csak hát ő magyar szakos tanárnő, hogy soha nem ültél le velem, hogy én mit szeretnék csinálni. És ne viccelj, hát olyan egyértelmű volt, hogy sport. Tehát nálam nem volt kérdés, ide édesapám is testnevelő tanár volt ugyanitt, ahol én. Végig szerepet játszott az életünkben, édesapám nem annyira, mint a sport. Egyértelmű volt, hogy én ehhez értek, hogy ez, ami nekem tetszik. Úgyhogy mindig, hát már sízni jártunk, korcsolyázni jártunk, tehát folyamatos mozgásban voltunk. Úgyhogy ahogy bekerültem ide, is, én is itt végeztem. Hát egyértelmű volt, hogy én torna tanárnő leszek. Mondjuk ez nem igaz, mert én sportoló akartam lenni. Ezt akartam mondani, de ez egyértelmű, hogy sport, de akkor először az ember, hogyha sport, akkor elsősorban sportoló akar lenni, és másodszorban mondjuk pedagógus. Tehát, hogy ez az első vágyállam. Ez mitől függött, vagy miért? Abszolút, de mikor beiratkozunk egy egyetemre, akkor valahogy tudjuk, hogy mit szeretünk, de azt viszont nem tudjuk, hogy mi lesz utána. És akkor, hát én is, mikor befejeztem, meglepődtem, mikor kérdeztem, hogy tovább, és mondták, hogy hát tornatanár lesz, és mondtam, én? Hát én nem akarok gyerekekkel foglalkozni. Úgyhogy én elvégeztem a pénzügybankot is, mert sokáig, már a testvérem ugye azt csinálta, nekem is tetszett, mert hát ő nem tréningbe dolgozik, hanem kosztümbe. Úgyhogy elvégeztem, hamar rájöttem, hogy jó, ez nekem, viszont nem feltétlenül akartam gyerekekkel dolgozni. Nem a gyerekekkel volt a gond, hanem hogy én szeretek sportolni, nem tanítani akarom. De hát aztán kialakult, és most már így, mivel sportolhatok is, akkor ez így mellette, ez most így teljesen jó. Tehát így de már... hol bukott meg az, hogy végül is, oké, befejezted az egyetemet, rendben van, elvégezted a pénzügyit, az is rendben van, hogy volt helyed, rendben van, de hogy akkor is ott hát van. Hát még egy turizmust is elvégeztem, és egy évet vezettem egy panziót, és akkor az évre elmutatott, hogy olyan jó nekem az iskola. Aha. Úgyhogy én alig vártam a szeptembert, hogy én újra kezdjem, és attól a perctől ez így tisztává vált, igen, hogy jó lesz ez nekem így az én életemben. Főleg anyukaként is, hogy akkor dolgozok, amikor a gyerekem is iskolában van, ez is teljesen jó volt. Nyáron ő is otthon van, én is otthon vagyok, tehát ennél jobb egy nőnek, nem reklám, de tényleg egy nőnek teljesen jó. De azért ez a sport nem maradt ki továbbra se. Tehát ugye ez a szenvedély mindig az életed része maradt. Hát nekem ez egy nagyon fájó pont volt az életemben, mert sportegyetem után úgy abba maradt nekem.
nagyon nehéz volt, mert jónak lenni nagyon nehéz, egy gyerek nehezen dolgozza fel a kudarcokat. Tehát ez mai napig dolgozom, tehát nehéz. Nehezen fogadjuk el azt, hogy nem vagyunk mindenben a legjobbak, ezzel minden gyerek küzd. Kiskortól látom én már itt, hogy mindig baj van, hogy ki nyert, miért rúgtágolt. Tehát ezt meg kell tanuljuk. Nekem édesanyám nem volt ott, nem ment ez könnyen, inkább nem mentem edzésre. Tehát akkor nem folytattam tovább. És akkor így nem lettem jó sportoló, sőt, befejeztem, és akkor eljöttem tanítani, és semmilyen. És akkor bennem volt a nagy űr, hogy ehhez az egyhez értettem, de nem éltem a vele. És akkor jött a szülésem után a futás. Na de én nem kellett, tehát az alapjaim azok jók voltak, tehát eleve kimentem, futottam 10 kilométert, és akkor így nőttek a távok. Úgy éreztem, hogy elpazaroltam, tehát hogy ezt kaptam, és nem éltem vele, hogy én csak sportolni tudtam, és nem lettem jó sportoló, mert nem volt könnyű. És de akkor, mi nem volt könnyű? Hát, hogy nehéz elfogadni azt, hogy nem vagy mindig első, nehéz minden nap tenni érte. Édesanyám nem rugdosta a fenekemet, mert ő szobátán tanított, én vásárhelyen voltam, és akkor könnyebb volt azt mondani, hogy jó, hát ha nehéz, akkor nem csinálom. Mert ugye mindenki legtöbben így csinálják. És akkor ott maradtam a nagy űrrel, hogy én nem lettem sportoló, és aztán azóta töltögetem a kis űrt. Igen, mert ez tulajdonképpen akkor szólalt meg nagyon erősen benned, miután megszületett a lányod. Igen, akkor az elején talán inkább, hát nem fogyókúra, de azért is mennek el sportolni a nők szülés után, és akkor nagyon hamar rákaptam, hogy minden nap kimentem, futottam 10 kilométert. Ez olyan jó volt, mert akkor már gyerek biztonságban volt, átadtam az apukának, betettem a zenét a fülembe, és én elmehettem egy órára futni. És akkor ez minden nap így történt, addig, amíg nyáron az első, hát ez januárban szültem, nyáron az első versenyemre elmentem, mindig mondtam a barátomnak, hogy úgy vágytam mindig egy kicsi kupára, és a Hargita Trail volt az első versenyem, és harmadik lettem, kaptam egy kicsi kupát. Na, akkor így már összemaratont futottam, tehát nem volt megállás. Tehát, hogy ez ilyen rövid idő igen, alatt. Igen, tehát 20 kilométeres volt a nyári, és össze már igen futottam egy maratont. Na de várjál, aki versenyezni jár, meg aki elindul egy ilyen történeten, azért annak egy nagyon komoly életformaváltás történik, mindezt egy kicsi babával. Hogy reagált erre a család? Hosszú folyamat volt, amíg elfogadták, ugye, mert az elején a 10 kilométerig még nem volt problémájuk, aztán hogy látták, hogy nő a táv, akkor kezdtek megijedni, hogy egyre csak több, hogy nagy bajom legyen, de hát most azért van a szívünk, hogy használjuk. Tehát én, hogyha rendszeresen azt úgy figyelem és használom, nincsen annak semmi baja. És nem egyből, tehát nyilván nem egyből, és hát nem gyorsan, nem volt az olyan megterhelő. Erre dolgozni kell. Mi volt a motiváció azon kívül, hogy egy kicsi kupát akartál? Hát akkor már nagyobb kupát akartam, és többet. És akkor a siker, persze. Vagy valahogy talán ezt úgy fogalmaznám, hogy úgy próbáltam ezzel bizonygatni, hogy tényleg már pedig én jó vagyok. Csak valahogy nem értem, hogy miért kell ezt én bizonygassam. Most már nem, most már ugye annyiszor megadatott ez a kicsi kupa, hogy most már nem olyan fontos nekem. De akkor nagyon. Talán, hogy értékes vagyok, hogy ez így jó. Ezt úgy talán magamnak magyaráztam, akartam megmagyarázni, hogy ez rendben van így, hogy jó az, hogy én a gyerekekkel foglalkozok, tanítok, jó az, hogy mellette sportolhatok, ezzel őket is motiválom, hogy ez rendben van. Ez így most már kerek történet. Fiatal korodban pályafutóként kezdted bontogatni a szárnyaidat, ám most arra terepfutóként vált ismerté a nevet, terepfutás. Hát ez az egyik legnehezebb futásforma, mondhatom így. Szélbe, hóba, napsütésbe, föl, le, szintkülönbségek, ki vagy téve mindennek, ráadásul hatalmas távok. Tehát ilyen 155-170 kilométerekről beszélünk sokszor. Mindegyik sportnak, tehát mindegyik távnak más a nehézségi foka. Nekem jobban tetszett a terep. Többet ad. Kín vagy a természetben, nekem az is fontos, hogy én az edzéseimen is elmegyek, és egyedül vagyok. Jó, hát vagy pásztor kutya kerül, de egy pásztor, de tehát, hogy tényleg én vagyok, szép, történik valami, természet közel helyen vagy, az aszfalt, azt nem szerettem. Ott kezdtem, mert féltem a medvéktől, aztán megbarátkoztam a medvékkel, megszoktam, hogy vannak.
Találkozok persze néha, de mindenki találkozik néha, mert most már a városba is bejárnak. Igen, hóban, fagyban, sárban, de ettől szép. Tehát én csak azért nézek ki, hogy lássam, hogy hogy öltözzek. De ha szakad az eső, és van egy 4 órás futásom, akkor nem kérdés, tehát nem kell gondolkozzak rajta. Valahogy talán azért, mert nem vesztem el soha a motivációt, én nem kellett soha magamat lögdössem, hogy csináld. Ez egyértelmű, hogy minden nap megyek. Nincs olyan, hogy most esküvőre hívtak, vagy születésnap van. Persze, ha mindent elrendeztem, akkor majd jövök, de ezt most már megtanult a szerencsére a családom. Annyit kérdezek, hogy hánykor indulunk, és akkor én úgy csinálom, hogy én valahogy fejezzem be az edzéseimet. Nehéz, mert nem könnyű amúgy összehozni azt, mert tudom, sokan kérdezték az elején tőlem, hogy hát, hogy van neked erre időd? Hát jó, hát arra van időnk, amire szeretnénk. Tehát ez csak megtervezés kérdése, de ha tényleg szeretnél valamit, akkor arra biztos, hogy kerül egy kicsi idő. Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy te reggel 6-kor mit csinálsz? Jó, nem megyek reggel 6-kor, mert most már kicsit kényelmesebb vagyok, hogy szeretek kávé után elindulni, de persze nem kérdés, hogy ha egy esküvőről van szó, akkor elmegyek hajnalba akár. Tenni kell azért a célért. Nekem ez egy kártyavár, tehát nem működik úgy, hogy ma hideg volt, hónap esni fog a versenyen is most a Mont Blancon. Végig hóviharba futottunk. Tehát végig hóvihar volt, és augusztus vége volt. Tehát ott is lesz sár, ott is lesz hó, ez is pont így gyakorolni kell. Tehát nincs az a pont 100-150 kilométeren, ahol azt mond, hogy feladnám? Nem bírom tovább? Ilyen, hogy feladnám, könnyen lehet, hogy feladod, mert nem tudsz tovább menni, de ez olyan, tehát hogyha egy lesérülsz, elesel. Ezen kívül nem. Hát én most mosolyogba futottam, tudtam, hogy most az idei versenyem, ez egy nagyon óvatos verseny lesz, mert az edző mindig mondta, hogy tisztelni kell a nagy hegyeket, tehát ekkora hegyeken nem versenyeztem még. Jó, hogy voltam már az Alpokban, de mégis csak a Mont Blancról be van szó. És hogy ezt azért biztosabb így, hogyha nyugodtabban építjük fel az egészet, tehát ez egy óvatos versenyzés volt, de én középtávtól egy olyan 15 kilométert mosolyogva futottam, és így magamban mondtam, hogy jövőre visszajövök, és milyen jót fogok futni. Már azon gondolkoztam, annyira töltöttem, hogy fú, milyen jó lesz jövőre is visszajönni. Hát ha nem történik valami, hogy kimegy a bokám, elesek, vagy valami olyan, hogy ne tudjam folytatni, akkor nem. Van bármiféle félelmed egyébként ezekkel a versenyekkel kapcsolatban? Amit le kellett küzdj, vagy le kell majd küzdj? Soha nem félek odaállni. Most 30 óra után volt egy olyan pillanat, amikor már mind látott, azelőtt is láttam minden pontnál a lementett embereket, mert lehozzák mindig, akik ugye feladják valami, itt is fele feladta, tehát nem tudtak végigmenni. Akkor kezdett ez zavarni, hogy látom a fóliába csavart embereket, vagy tolószékben, nem futottam tovább, csak egy frissítő ponton álltam meg, és akkor elkezdett zavarni, hogy úristen, felmegyek, és nehogy bajom legyen. Tehát elfáradtam fejben egyértelmű, és akkor felhívtam az edzőmet telefonon, hogy nem megyek tovább. De hát miért? Baj van? Nem csak félek. Na, ragla a telefont. Fussán. Úgyhogy fejbe elfáradtam már, de hát egyértelmű 30 óra után. De van neked ezzel kapcsolatban valamiféle félelmed, mert a családdal kapcsolatban is. Jaj, hát ettől volt egy félelmed. Igen, volt egy ilyen, igen, hogy nehogy lássák, hogy én utána gyenge vagyok, vagy hogy elfáradtam, vagy hogy nehogy rosszul legyek, és látják. Ők ne lássanak gyengének, pedig hát, ha valaki láthat, akkor, igen, akkor főleg igen. Ők láthatlak. Igen, féltem, hogy nekem a kislányom ne aggódjon értem. Persze. Volt is olyan, hogy elájultam, mert annyira féltem, hogy nehogy elájuljak, de csupán azért. De most már ezen túl vagyunk, mert most már megbeszéltük, hogy lehetek én is gyenge, lehetek rosszul, lehet bármi, de nem szoktam. Tehát nem szokott. Ez a félelmeim miatt volt, igen. Ez most már nincsen. Szerencsére az idén kimaradt. Ez a tavalyi évre volt. Minden évben valamit tanulok magamról, és minden versenyen tanulok valamit magamról. Azért jók ezek a hosszú versenyek, mert megtanítanak mindig valami újra. Hogy látod magad meg a változást? Akár lelkiekben, fejben, most nyilván akár fizikailag is gondolom, hogy teljesen más kategóriában vagy, de hogy lelkileg és fejben. Egyértelműen hozzászokunk ahhoz, hogy erősebbek vagyunk, és hogy másképp látjuk a világot. Mindenki változik. Nekem ez hozta nagy változást az életemben, mindenkinek a saját útja. Én hiszem azt, hogy ez azért példaérték a lányomnak is, tehát és nem feltétlenül a sportról van most szó, hanem hogy látja azt, hogy mit kell dolgozni azért a kicsi sikerért, hogy mennyi mindent tenni kell, mert ő is volt úgy, hogy elment egy futóversenyre, és 6. lett, és akkor kétségbe volt estve.
De hát mondom, lányom, egyszer se futottál, hát ő jár kézilabdázni. Persze, csak az egy teljesen más dolog. Én minden nap teszek érte, és hogy mennyit kell dolgozni. Hát arról szól az egész életünk, hogy azt a kicsit felépítjük. Én nagyon szeretem nekem nem csak a versenyzés tetszik, hanem az oda vezető utat. Tehát én azért szerettem ezt a mindennapos, a folyamatos. Én akkor vagyok nyugodt, ha nekem megvan az edzésem. Hogy nem teher, hogy tudom, hogy az hátra van, hanem mikor elindulok futni, akkor végre azt mondom, hogy hú, na most milyen jó, mert most csak én vagyok. És hogy ez rólam szól. Úgyhogy erősödünk persze, hát most már hozzászoktam a több edzéshez, szépen minél több, azt ugye emeljük, mert hogy nőtt a távom is, arra a távra edzek. Fejben férjem szerint nem vagyok erős, de nagyon erős kell fejben legyél ahhoz, hogy egy ilyen hosszú versenyen végigmenj, úgy gondolom, mert ez nem feltétlenül fizikális. Tehát azt szokták mondani, hogy a legfontosabb a gyomor, mert hogyha azt is pont így edzük, mert hogy kell tudjon emészteni a gyomrod futás közben, de millió dologra kell egy versenyen figyelj, és fejbe is, tehát az első dolog a fej. Tehát, hogyha eldöntöd azt, a tested kitalálja, hogy tudod megvalósítani, csak te el kell határozd, és te kell tudd, hogy arra tényleg képes vagy. Úgyhogy igen, fejbe is erősödsz, fizikálisan is, így minden együtt. Képzeljük egy napodat, hogy készülsz fel ezekre a versenyekre? Hát szeretek nyugodtan kávézni reggel. Utána megcsinálom a futóedzésemet, ami nekem a legfontosabb, azért az első edzésem. És utána rögtön mindig gyalogolok a kutyákkal. Ez nekik jó, nekem meg az is egyfajta edzés. Utána meg elmegyek dolgozni, és ahogy a munkával végeztem, elveszem aztán a gyermekemet, ebédelünk, és akkor majd jöhet a délutáni program, mert akkor majd mindig egy kondi edzésem is. Nem mindig, tehát ez vagy bicikli van, vagy kondi. Három egy héten kondi, három bicikli. Úgyhogy 6 van ilyen kiegészítő dolog, ami plusz. És azért ez a futóedzés sem egy fél óra, ahogy nem, ezt az emberek hát az ez változik, valamikor rövidebb, de intenzívebb, de az is minimum másfél. Azért másfélnél nincsenek rövidebbek, már szinte mindig 2 óra. Akkor másnap van egy volumenes, ami könnyű intenzitású, az teljesen laza, viszont sok idő. És akkor harmadnapon egy picivel könnyebb, az is 1 óra 30 perc. Akkor megint jön egy intervallos, nehezebb napom. Hétvégén vannak a hosszabbak. 2, 3, 4, 5, mikor mennyi, attól függ, hogy milyen közel állunk a versenyekhez. Mi volt számodra eddig az egyik legnagyobb megmérettetés? Ugye itt sokszor szó volt erről a Mont Blancos versenyről. Ez volt vajon, vagy volt olyan, ami esetleg kevesebb kilométer volt, vagy egyszerűbbnek tűnt, mégis megerőltetőbb volt? Hát egyértelműen ez volt, mert ez volt a leghosszabb is időben. Uh-huh. Itt most az időről nem a táv, hanem az a sok óra, amit kint töltesz egyedül magaddal. És amikor másodszor is beesteledik, és kétszer futsz éjszaka, és tiszta egyedül vagy, az azért úgy nehéz. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy egyértelműen ez volt a legnehezebb, de pont ugye egy kis versenyen is jönnek a nehézségi pillanatok, tehát az is nehéz, de mindegyik más. Mivel ez volt az utolsó, akkor most azt mondanám, hogy ez. De a Julián Alpokban is, én ott is rossz időt fogtam ki. Mindig rossz időt fogok ki, úgyhogy sokszor másnap nézem, amikor kitisztul az ég, hogy úristen, milyen szép helyen futottam, de nem láttam sajnos semmit. Úgyhogy ahol megyek, ott rossz idő. Ez mennyivel nehezíti meg különben a versenyt? Én jó vagyok a nehéz körülmények bent. Tehát jó vagyok, hogyha esik az eső, hogyha sár van, mert szokva vagyok vele, ha havazik, úgyhogy nekem jó, de nehezebb. Hát több szénhidrátra van szükség, minden nehezebben, tehát nehezebben melegíted fel a szervezetedet, könnyebben kihűlhetsz, nehezebb, jóval nehezebb. De a nagy meleg is gond, egy középparány kellene. Mire vagy eddig a legbüszkébb? És akár itt ez lehet nyilván elért eredmény, de lehet magaddal szemben elért eredmény. Bármi, ami ez alatt a 10 év alatt úgy érzett, hogy erre vagyok a legbüszkébb. Családot, az csak kislányomat, azt most ne mondjuk, nem, ugye? Azon kívül jó, ami rólam szól. Hát nekem az, hogy talán azt mondhatom, hogy az idén ez a Mont Blancos,
minden versenyem megtanít valamire, és most éreztem azt, hogy én otthon vagyok, hogy otthon érzem magam, hogy én megérkeztem. Talán azért mondanám, hogy erre vagyok a legbüszkébb, mármint, hogy jó helyen vagyok a világban. Nem a helyre gondoltam, hanem, hogy jó az, amit csinálok, teljesen rendben van az életem, és hogy nem mindenki jut el, én már nem vagyok fiatal, de van, aki soha nem jut el idáig, hogy azt mondhassa, hogy igen, most már értem, hogy miért történt, és miért ezt csinálom. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy én megtaláltam önmagamat. Mi az a fajta üzenet vagy érték, amit ez az elmúlt 10 év megtanított neked, ez a futás maga, a sport maga, amit akár a lányodnak, akár a diákjaidnak át tudsz adni, és ami neked is egy fontos tanulság volt? Hát, hogy milyen sok pici dolgot kell összerakni, amíg összeáll egy nagy kép. Tehát erre tanít a mindennapokban, hogy mennyit kell azért az eredményért dolgozni. De ettől értékes az az eredmény, mert sokat kell tenni érte. Ha könnyen kapnánk, nem lenne ekkora érték. Van-e olyan kitűzött álmod, célod, amit még nem értél el? Persze. És nagyon szeretnél. És addig hát, nem állsz meg még az hát meg. Természetesen erre a versenyre visszamegyek az idén is, mert itt nekem még dolgom van, tehát minél jobb eredményt szeretnék elérni. Elsőt a dobogós, benne akarok lenni. Hát most 13. voltam, második a kategóriámban, de nem kategóriában, tehát minden nő között ott szeretnék lenni a dobogón. Úgyhogy én most erre dolgozom. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Van, aki ott tesz so hónapokat, tehát számít az, hogy én nem vagyok ott, de ebből építkezünk, ami van. Van ennek a versenynek egy 170 kilométeres távja is, az a királyi versenyük. Én nem arra indultam, nem azon indultam, mert ebbe vagyok, ez egy technikás verseny, amin én indultam, a másik meg nem. Tehát szintben ugyanannyi, viszont ilyen hosszú murvás utak vannak, tehát futhatóbb jóval, és sokkal gyorsabb pálya, ez nehezebb, úgyhogy ezt választottam, mert én ebbe a technikás terepben vagyok jobb. Ez az erősségem, viszont hogyha itt már azt mondom, hogy elértem, amit akartam, akkor majd arra akarok nevezni. De egyszer itt még dolgom van ezen a TDS-en. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.